Tamásiban a Művészeti Iskola folyosó galériáján mutathatják meg a fiatal tehetségek munkáikat. A nemrégiben nyílt kiállítás alkalmával két ifjú diák is megmutatkozhat, mesélte Rill Mária, tanszakvezető. A munkájuk során egyszer csak megérzik az az idő, összegyűlik annyi munka, annyi szép anyag, hogy maguk a diákok is örömmel veszik, hogy egy külön kiállításban megmutathatják munkájukat. Volt egy időszak, amikor sűrűn tudtunk ilyen kiállítást csinálni, most a Covid-járvány miatt nem is jöhettek be szülők az iskola területére, sajnos most egy másfél éve nem volt ilyen alkalmunk, úgyhogy ezért is voltam olyan boldog, hogy újra megmutathatjuk a tehetségeket, és tudunk fókuszálni egy-egy, különösen tehetséges tanítványra. A következő hetekben Csapkata és Simon Vanda munkáit csodálhatják meg az érdeklődők az iskola folyosó galériáján. Nagyon különleges hölgyek, két különböző egyéniség, nagyon zárkózottak, nagyon mély érzésűek mind a ketten, szeretnek. Én mindig úgy éreztem, hogy a kép, a rajz, a szín az, amivel ők mesélnek, ami abban a pillanatban ki is tárulkoznak, és csodálatos dolgokat tudnak létrehozni. Mégis tisztelem őket, hogy volt bátorságuk egy kiállítás során megmutatni a lelküket másoknak is. Volt olyan, hogy készültünk valamelyik képzőművészeti versenyre. A lányok rendkívül sikeresek, nagyon sok országos versenyen vettek részt, és díjazottak is. Egerben, Hódmezővásárhelyen, Tamásiban ugye a Würc versenyen, tehát ahova ők úgy gondolták, hogy ez a téma izgatja őket, és szívesen alkotnak rá, arra készítettek alkotásokat. Tehát egyrészt ezeket állítottuk ki, amivel már volt sikerük, és válogattak hozzá olyan alkotásokat, amit otthon készítettek, örömükbe készítettek, a saját ötleteik alapján alkottak meg. A kiállított darabokat közösen válogatták össze a lányok művészeti tanárukkal. Elhozták azokat az alkotásokat, amelyeket ők gondoltak, hogy kiállíthatók, terítettünk itt a folyosón, és válogattunk. És volt, amit még ma délelőtt cseréltek ki, hogy mégse ez legyen, hanem az legyen. Tehát egy kicsit próbálták ők belevinni az ő gondolatukat, és én egyet értettem ezzel. A megnyitóra érkezett rokonok, barátok kíváncsian vették szemügyre a fiatal tehetségek alkotásait. Óvodáskorom óta képzőművészet iránt érdeklődöm. Az óvodában már kiemelkedően rajzoltam, festettem. Ez a kiállítás engem nagyon jól érint, örülök, hogy ilyet tudtunk szervezni. Óvodáskorom óta foglalkozom képzőművészettel. Nem szerettem megmutatni másoknak a képeimet, és most sem olyan könnyű. Ha van egy problémám, akkor általában így szoktam levezetni vagy megoldani. Május 6-án számíthatunk újra a Művészeti Iskola diákjainak alkotásaiból nyílt kiállításra, de akkor a Művelődési Ház folyosó galériája ad majd teret ehhez.